Dr. Annaráron Márka vendégünk, a belgazdaságért felelős helyettes államtitkár. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Nagy volt az ijegység, hogy kik maradnak, kik mennek, és kinek miért kell mennie, és ki miért maradhat az államtitkárok, államtitkár helyettesek körében? Én nem tapasztaltam ilyen ijegységet, de azt hiszem, hogy itt a tegnapi folyamán miniszter úr az vázolta a minisztériumot érintő átalakításokat, új államtitkárokat. Javasolt miniszterelnök úr részére, ebben a felállásban fogjuk folytatni a munkát. Azt lehet tudni, mondjuk Comba Sándorral milyen tekintetben volt elégedetlen Varga miniszter? Nem tudok róla, hogy volt-e ilyen elégedetlenség, vagy hogy ez milyen okból volt. Megköszönte miniszter úr a munkáját a távozó államtitkároknak. Azok, akik jönnek a saját területükön, mennyire számítanak rutinosnak? Hát, hogyha Lepsény István államtitkár, egy leendő államtitkár úrról beszélünk, akkor az ipar és az autóipar területén mindenképpen, tehát ott egy évtizedes tapasztalattal rendelkezik, hasonló helyzet a pénzügyi területen is. Most Jeresnyi és Péter jön még Comba Sándor helyére. Így van. Ha már mondja az autóipart, úgy tudjuk, hogy már a múlt héten felvette a kormány a Magyarországon működő német autógyártókkal a kapcsolatot. Ugye hírlik, hogy az Audit is érinti például a VW-nak nevezett botrány, ami nem csak a VW-t, hanem az egész koncert, az egész csoportot érinti. Ez milyen hatással lehet a magyar gazdaságra, a magyar foglalkoztatási adatokra? Meglátásom szerint ez nem egy koncern specifikus probléma, tehát itt az összes autógyártó esetében azért utalnak arra bizonyos jelek, hogy itt az irreális környezetvédelmi elvárásokat minden autógyártó megpróbálta valamilyen úton, módon trükkösen teljesíteni. Magyarország esetében ez egy súlyos kihívás tekintettel arra, hogy az iparnak egy igen jelentős hányada és a legdinamikusabban bővülő szektor az autóipar. Itt mindenféleképpen abban kell gondolkodnunk, hogy a jövő technológiáira kell elsősorban felkészülnünk, tehát elektromos járművek irányában gondolkodik a kormány, és szeretnénk azt is, hogyha a magyarországi gyártók és beszállítók is inkább ebbe a tisztább irányba indulnának el a dízel technológia helyett. Na de hát erre milyen módon lehet rávenni? Például az Audit. Hát nem szerencsés kifejezés talán az, hogy rávenni, de egy ilyen botrány az egyértelműen ebbe az irányba tolja ezeket a piaci szereplőket is. Tehát itt nagyon sokan beszélnek már arról, hogy ez a dízelkorszak végét jelenti, ez a nagy lelepleződés, kiábrándulás. Tehát itt nem biztos, hogy olyan jól fognak fogyni a dízelautók majd egy pár éven belül is, hogyha mindenki azt tudja, hogy lehet, hogy ez mégse olyan, mint amit hirdetik a prospektusban. Arról mit gondolnak, amit az elemzők állítanak, hogy lehet akár 0,5%-os gazdasági visszaesésnek okozója a jövő évben az, ahogy az autógyárak termelése visszaesett Magyarországon? Én azt hiszem, hogy ez csak a kezdeti pánikreakció a dologra, és egy nagyon rossz forgatókönyv. Nem számolnak ilyennel? Senkinek sem érdeke az, hogy ez tovább gyűrűzzön, és a Németország, Európa és Magyarország számára is kiemelt jelentőséggel bíró autóipar ebbe beleroppanjon. Biztos, hogy vagyok benne, egy olyan megoldás sikerül erre találni, ami megőrzi ezeket a munkahelyeket, és megőrzi azt a gazdasági potenciált, ami az autóiparban benne van. Tartott egy sajtótájékoztatót, ahol az alacsony infláció gyakorlatilag a stagnáló, a 0% körül infláció erényeit dicsérte, mondta, hogy gyakorlatilag ettől tud bővülni az emberek kezében lévő pénzösszeg mértéke, és ettől aztán nő nyilván a belkereskedelmi forgalom is. Viszont mások meg azt mondják, hogy amit Matolcsy Györgyék szeretnének, hogy legyen infláció, legyen 3% körüli az infláció, az az inflációs cél, azt tenne jót igazán a gazdaságnak. Ez kétféle álláspont, nyilván kétféle nézőpont is. Nem feltétlenül látom a különbséget, tehát itt a 0%-os, illetve 0% körüli infláció, az egyrészt nagyban köszönhető jelenleg az olaj világpiaci árának alacsony mértékének, és az ebből következő üzemanyag árcsökkenésnek, tehát ez egy ellentétes hatása az összes többi részével az inflációs termékkosárnak. Másrészt pedig a rezsicsökkentés is egy olyan faktor volt, ami jelentős infláció csökkentő hatású. Tehát, hogyha ezeket levennénk ebből az inflációs kosár, akkor körülbelül Magyarországon szintén a pár százalékos infláció kategóriájában vagyunk. Nem, tehát ez egy pozitív kockázatot jelent, hogy az olajár az hogyan alakul. Feltetőleg nem lesz mindig 40 dollár környékén, és abban az esetben ez akkor pár százalék lesz. Kezdjünk értelmezni gázkazán ügyben néhány kifejezést. Ugye ez lesz az, ami majd nagyon sok ember, most nagyon sok család életében egy felmerülő kérdésként jön elő, amikor majd kiderül, hogy nem javítható az a kazán, amivel eddig fűtöttek például a fűtési szezon kezdetén, akkor egy olyan kazánt kell venni, amit kondenzációsnak neveznek. Az milyen? Ez
modernebb fajtája gázkazánoknak. Itt egy Európai Uniós szabályozással állunk szemben, ez tavaly augusztus 2-án jelent meg. Ez 2 darab uniós közvetlenül alkalmazható rendelet, ami 2015. szeptember 26-ától hatályos. Ennek a legfőbb rendelkezése kimondja azt, hogy nem értékesíthető, és nem helyezhető üzemben olyan gázkazán az Európai Unió területén belül, aminek 86%-osnál rosszabb az energiahatékonysági mutatója. Ez praktikusan azt jelenti, hogy az ön által is említett kondenzációs kazánok, azok, amik e fölött vannak, ezek olyasfajta kazánok, amik zárt égéstérre rendelkeznek, tehát a levegőt azt nem a lakótérből szívják be, hanem egy külön erre szolgáló lélegeztető készüléken keresztül a külvilágból, és az égéstér mégis értelemszerűen oda távozik. Ezek mindenféleképpen technológiailag fejlettebbek, mint az úgynevezett nem kondenzációs, tehát turbós és a többi korábban használt kazánok. Mennyivel drágábbak a korábbiaknál? 40-100%. Hát azért az nagyon sok, hiszen eddig sem voltak olcsók a kazánok, ezek úgy egyébként sem. Egyébként sem. Ezek bonyolultabb és modernebb eszközök. Viszont ezeknek a kezdeti bekerülési költsége magasabb, tehát magasabb az árcédula rajtuk, viszont a értelemszerűen gyártótól, terméktől, bonyolultságtól, minőségtől függően körülbelül 2-10 év az az időtartam, amivel ezeknek az eszközöknek az alacsonyabb fogyasztása a rezsiköltségek folytán gyakorlatilag megtérül, tehát a saját árát azt visszahozza. Tehát éveken belül, mire megint ki kell cserélni, addigra hozza vissza az árát. Legrosszabb esetben, de ezeket nem kell 10 évente cserélni, ezek hosszabb időre vannak tervezve. Akinek nincs erre pénze, mert hát azért ez nagyon nagy különbség ahhoz képest, amennyit számolt annak számára, lesz valamiféle program, amit meghirdetnek és önben részt vehet? Igen, de egyelőre egy átmeneti időszakban gondolkodunk, tehát itt szeptember 26-án, hogyha a kormány nem alkot semmilyen átmeneti szabályt, végrehajtási rendeletet, akkor az a helyzet következett volna be, hogy ezeket a kazánokat nem szabad forgalomba hozni, és nem is szabad üzembe helyezni. Tehát egyrészt a kereskedőknél lévő mennyiség is úgymond vashulladékká vált volna, illetve azok esetében is, akik már megvásárolták ezt a kazánt, viszont nem szereltették még be, nem üzemeltették be. Erre július 1-ig, 2016. július 1-ig mindenkinek van lehetősége. Tehát aki már forgalomba hozta egyszer ezt a kazánt, az első értékesítésen túl van, tehát a gyártó vagy az importőr már behozta Magyarországra, ott van egy boltba, az eladhatja, tehát lehet ilyen kazánt vásárolni kiskereskedelmi forgalomba, és 2016. július 1-ig ezeket be is lehet üzemelni. Be is lehet még hozni az országba? Tehát azt mondja, aki eddig megvásárolta, mint forgalmazó, de hát akkor most még pánikszerűen vásárolhat egy nagyobb tételt, mert jövő nyárig ezzel időt nyer is nyilván. Hát ez a múlt hétnek a zenéje, azt számoltuk, hogy körülbelül a magyarországi gázkazánpiac az 40 ezer tétel egy évben, és mi azzal a munkaszámmal dolgoztunk, hogy nagyjából 20 ezer ilyen kazán lesz az, ami kiskereskedelmi forgalomba még bekerülhet ezen fűtési szezonba. Általában a fűtési szezon az, amikor a gázkazánok fűtési szezon elején elromlanak, ki kell őket cserélni. Tehát akkor döbbenünk rá, hogy nincs fűtés. Így van, tehát itt van egy 9 hónapos időszak, amíg ezt egyrészt meg is lehet vásárolni, másrészt nagy biztonsággal be is lehet üzemelni. Tehát ebben a szezonban ez még nem jelentkezik, viszont mindenkinek érdemes felkészülni erre a változásra. Vagy ha tudja, hogy majd cserélni kell kazánt, lehet, hogy most érdemes, de ezzel persze azt is mondjuk, hogy egy kevésbé hatékony kazán vásárlására buzdítjuk azokat, akik most siessenek megvenni. Meg igen, azt is mondjuk, hogy nyilván a környezetvédelmi szempontból sem ez az áldásos. Megpróbáltuk megtalálni azt a megoldást, ami lehető legkevésbé rossz és lehetőleg mindenkinek jó, tehát a magyarországi gyártóknak és a magyarországi fogyasztóknak is. Lesz valamiféle támogatás azoknak, akik mondjuk erről a 9 hónapos időszakról így úgy amúgy lemaradnak, és muszáj egy nagyon drága kazánt a mostani kazánokhoz képest vásárolni? Igen, mi nagyon szeretnénk, hogyha lenne ilyen támogatás, hiszen az új kazánoknak az ára az jelentősen magasabb a korábbinál, és nem biztos, hogy mindenki megengedheti ezt magának, de ez elsősorban a jövő évi fűtési szezonban válik égető problémává, és akkor készülünk ilyet kidolgozni. Egyébként ezek tényleg kevesebbet fogyasztanak? Tehát ez a hatékonyság, ez azzal számolható, hogy egyszerűen kevesebb lesz a gázszámla? Igen, tehát kevesebb gázból több hőt tudnak ezek a kazánok létrehozni, és sokkal biztonságosabbak is. Tehát a kondenzációs kazánok esetében nem fordulhat elő a széndioxid mérgezés, hiszen nincs kapcsolatban az égéstér a lakótérrel. Tehát Magyarországon
maximum 100 esetben fordult ez elő az eddigi években, egy olyan 30-100 eset, viszont egy tucatnyi haláleset is bekövetkezett. De akkor ezen túl az is, hogy nyitott ablakkal kell működtetni, kell lennie valami résnek, ahol jön a friss levegő a helyiségben, ahol a kazán van. Fűtjük a nyitott ablakú helyiséget tulajdonképpen. Nincs már ilyen szerencsére, tehát ezek zárt rendszerben működnek, sokkal modernebb fűtéstechnológiai megoldások. Ez EU-s előírás, ezzel meg is felelünk ennek az előírásnak? Itt a jogértelmezési vitában valószínűleg leszünk az Európai Bizottsággal. Hiszen az Európai... Az kötelezettségszegési eljárás indítását szokta jelenteni, ugye? Benne van a kockázat, igen. Itt az Európai Unió 28 tagállamából 25 az, amelyik közvetlenül alkalmazza ezt a rendeletet, tehát ezekben a tagállamokban szeptember 26-ától nem lehet ilyen kazánt forgalomba hozni, ez eddig oké, és nem is lehet üzembe helyezni. Tehát ott ez a lehetőség megszűnt. Csehország és Lengyelország az, amelyik azt az utat választotta, hogy úgy értelmezi ezt a rendeletcsomagot, hogy forgalomban nem lehet helyezni, viszont korlátlan ideig üzembe lehet helyezni a meglévőket. Véleményünk szerint ez jogbizonytalanságot eredményez, tehát itt kell húzni egy végső vonalat, amíg a meglévő készletek reálisan ténylegesen értékesíthetőek is, hiszen a forgalmazók egy szezonra készleteznek, másrészt pedig az összes engedélyezési eljárással bőven belefér a felszerelésbe. Kötelezettségszegési eljárásra kerülünk ezügyben, emiatt a 9 hónap miatt kerülünk. Amit lavként adtak a forgalmazóknak és a fogyasztóknak? Nem hiszem, hogy kötelezettségszegési eljárással elkerülünk, pontosan a véghatáridőnek a megléte miatt. Tehát egy kötelezettségszegési eljárás egyrészt időben is hosszabb ennél, másrészt abban az esetben, hogyha egy szabályozás idéglenes jellegű, akkor ennek sokkal kisebb az esélye, mint egyébként. Államtitkár úr, köszönöm szépen! Én köszönöm szépen!